Épp egy csoportmunka keretein belül gyűjtötték össze ezek a fiatalok az előnyöket és hátrányokat abban a kérdéskörben, hogy hogyan motiválható az ifjúság a népszámláláson való részvételre. A feladat az idei ifjúsági konferencia része volt, melyet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezett Pilisvörösváron. Bálint Gyula Firátótról érkezett, most először vesz részt a találkozón. Gyula Firátót egy Veszprém közeli kis sváb település. Már nagyon kiskorom óta belecsöppentem a sváb életbe, különösen a kultúra terén, ugyanis én kiskorom óta harmonikázok, és ezzel próbálom gazdagítani a környék kulturális életét. Például jelenleg a Rátóti Nemzetiségi Kórus kísérője is vagyok, illetve számos környéki rendezvényen megjelenek. Gyula Firátót eredetileg nem tartozott azon települések közé, ahová nem németeket telepítettek be. A később a környéki falvakból vándorról telepítették át a németeket Rátótra. Ennek következtében keveredés volt a faluban, tehát azt tudom mondani, hogy körülbelül így dédszüleim szintjén még lehetett arról beszélni, hogy tisztán sváb, házasodott svábbal, de ez később ugye változott, és összefonódott a magyar, illetve a német kultúra. Bálint azt mondja, több oka is van annak, hogy eljött a konferenciára. Egyrészt úgy gondoltam, hogy nagyon jó lehetőség arra, hogy ismertségeket kössön az ember, illetve egy nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy azok a fiatalok, akik úgy gondolják, hogy nekik küldetésük van a nemzetiség terén, ők itt útmutatást kapnak, illetve egy olyan alapot, ami talán segít nekünk abban, hogy milyen irányba induljunk, hogy mi személyesen mit tehetünk a magyarországi németek közösségéért. Én eddig nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Azt tapasztalom, hogy mind a szervezők, mind a résztvevők nagyon, nagyon lelkesek, és egy igazán tartalmas programot valhatunk magunkénak. Ugyanis én nem számoltam, de mióta itt vagyok, nem volt egy unalmas percem sem, tehát valóban egy nagyon, nagyon izgalmas és tartalmas rendezvényről beszélünk. Viktória egy Fejér megyei kis településről, Újbarokról származik, anyai ágon tartozik a német nemzetiséghez. Ő már többször is részt vett a konferencián. A mi régiónkba pont Pilisvörösvár környékéről telepítették azokat, akik igazából ide érkeztek a svábencúgokkal, tehát a betelepítéskor, úgyhogy van egy kis kapcsolat itt a hájtörténettel, és igazából az anyai ágon mi tőzsgyökeres újbarkiak vagyunk, úgyhogy igazából amióta oda betelepítették a családunkat, ott vagyunk. Én nagyon fontosnak tartom ezeket a konferenciákat, mert nagyon jó kapcsolatépítési lehetőség, illetve hogy megismerjünk más tapasztalatokat, hogy milyen jó gyakorlatok vannak a településeken, mert nagyon elszórtan van ugye a nemzetiségünk, és ilyen alkalmak viszont pozitívan hatnak arra, hogy hogyan tudunk aztán a későbbiekben együtt dolgozni. És hát a motivációm igazából tényleg mindig az, hogy új arcokat nagyon jó megismerni, illetve akikkel már barátságok kötődtek, velük is találkozzak mindig. A háromnapos rendezvény központi témája a népszámlálás, amely a nemzetiségek szempontjából stratégiai fontosságú, mondja a szervező. Úgy éreztük, hogy nekünk is fiataloknak kell ezzel foglalkozni, hiszen ugye akik jelenleg köreinkben aktívak, a legutóbbi népszámláláskor még általános iskolások voltak, vagy jó esetben már középiskolába jártak, de nem igazán tudják, hogy mi ez a téma. Tehát egyrészt erről is volt szó, hogy milyen lesz ez a népszámlálás, milyen kérdések vannak a nemzetiségi léttel kapcsolatban. És egyébként a nagyobb része pedig a programnak, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amik mentén buzdíthatjuk a társainkat arra, hogy a népszámláláskor töltsék ki ezt a nemzetiségi részt is, és büszkén vallják magukat német nemzetiségűnek.
Ugye a legutóbbi népszámláláskor kb. 185 ezer fő vallotta magát német nemzetiségűnek. Pontos számokat most nem tudok mondani, de hogy így nagyjából ez a nagyságrend, ez egyébként szerintem egy nagyon jó szám. Valójában egyébként ennél azért több magyarországi német van, de ugye az lenne a cél, hogy ez a szám ne nagyon csökkenjen, hanem inkább nőjön, és hát hogyan tud nőni, hogyha azt a korosztályt megszólítjuk, aki eddig még ebben nem vett részt. A fontos szakmai és kapcsolatépítő rendezvényt azoknak a fiataloknak rendezték meg, akik komolyan gondolják, hogy szerepük van a magyarországi németség jelenében és jövőjében, akár helyi, akár regionális vagy országos szinten.